Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 23 az egy nap-éj egyenlőség, a nap eléri az őszi pontot. Ezen a képen látható a nap és a hold, van egyensúlyban vannak egymással. Ennek van egy szimbolikus jelentése is. A nap jelenti a férfias erőt, a hold a nőieset. Azon kívül a gondolatokat, az a nap energiája, az érzelmekre pedig a hold hat ki. Jelentheti az apukát, az anyukát is. Ott is férfias és nőies energiáról van szó. Ez a nap, szeptember 23-a szimbolizálja ezt az egyensúlyt. Hogy egyenlőek vagyunk mások, a férfiak másképp reagálnak bizonyos dolgokra, mint mi hölgyek. Azért van különbség, de mi nem vagyunk jobbak, vagy ők sem jobbak, mint mi hölgyek. Hanem megvan ez az egyenlőség. És mindkettőre szükségünk van, a férfias energiára és a nőies energiára is. A jó Isten így teremtett meg bennünket. És ezen a napon, tehát 23-án tartok egy nagy szertartást. A téma ennél a szertartásnál, hogy meglegyen a belső harmónia, meglegyen a nyugalom. Ennek van egy gyógyító hatása is. Arra is kihat ez a szertartás, hogy meglegyen az összhang a párkapcsolatban, a férfias és a nőies energia között. Vagy hogy döntéseknél a tudatos és az öntudatos énünk egy hangban legyen, és hogy legyen változás, hogy legyen egy új irány, esetleg egy új kezdet, ahol javulnak az események. Jelentkezhetsz erre a szertartásra e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Ez a nagy szertartás este 8 órakor indul. Most megmutatnám a napi horoszkópot, hogy hogy hatnak ki a csillagok erre a napra, erre a szertartásra. Ezen a képen látható a napi horoszkóp szeptember 23-án 2023-ban. Abban a pillanatban, amikor ez az egyenlőség van Európában, a szűz jegye kell fel a keleti határon. Ez kihat ránk, a mi énünkre, kihat a környezetünkre. A szűz jegyénél van gyógyító erő. Azon kívül kihat arra, hogy fontos, komoly döntéseket tudjunk hozni, hogy átlássunk a dolgokon, hogy kivizsgáljunk valamit, hogy rendezzünk bizonyos dolgokat a környezetünkben. A szűz jegye alul a sarokban van jobb oldalon. Az indiai számítás szerint, és ez egy precíz számítás, itt van a nap és Mars bolygó. A nap megvilágít bizonyos témákat. Itt rólunk van szó. Itt döntésekről van szó, itt gyógyító erőről van szó. Arról is, hogy mennyire fontos, hogy rendezzük a dolgokat körülöttünk.
Marsbolygó szintén itt van a szűz jegyében. Ez jelentheti a mi életerőnket. Hogy figyeljünk oda arra, hogy mi fontos, hova fektessük be az életerőnket. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, hiszen Mars az egy férfias energia, és a férfiak most inkább olyan visszahúzódóak, szerények, figyelgetik az eseményeket, átvizsgálnak valamit, lehet, hogy kicsit olyan kritikusak velünk szemben, velünk hölgyekkel szemben, vagy saját magukkal szemben. Kétú, az a lefele mozgó kármikus csomó utal a múltra, spirituális területre, és jelenti az érzelmeket. Kétú a mérleg jegyében van, itt a képen alul, jobbról tekintve a második kockában. Ebben a napi horoszkópban ez a kettes életház, és az jelenti az anyagiakat. Vagy azt, hogy mit kellene birtokunkban venni, mi vagy ki értékes számunkra. Kétú, az, annak nincs nagy köze az anyagiakhoz. Kétú az jelenti a belső értékeket, és pontosan így hat ki most erre a második házra, hogy meglegyen az önbizalom, hogy megkapt a megbecsülést, és értékei bizonyos dolgokat vagy személyeket. Itt kihat a mérleg jegye is, jelenti a belső egyensúlyt, a harmóniát, a művészeteket, az igazságot, és szimbolizálja a párkapcsolatot. Itt kell most ez a belső egyensúly, és figyelj oda az érzelmeidre, és arra is, hogy a társad értékeljen téged. A hold a nyilas jegyében van, itt a képen alul a sarokban, bal oldalon, MO a képen, németül der Mond, magyarul a hold. A nap pedig a szűz jegyében, itt a képen SO, németül die Sonne, magyarul a nap. A fél hold már elmúlt. Fél hold az jelent belső feszültségeket. De ezt magunk mögött hagytuk, úgyhogy most megnyugszanak a dolgok. A hold a nyilas jegyében jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, vagy ami fontos, hogy legyen egy irány. Mert a nyilas jegyében van egy nyíl, és az mutatja a mi galaxiánknak, a tejútunknak a központját, és spirituálisan ez jelenti a mi vágyainkat, álmainkat, elképzeléseinket, tehát ez a helyes irány, amit mi elképzelünk. Ebben kell hinni, csupán a hitünket kell erősíteni. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, de jelenthet szexuális témákat is. Plutó bolygó, Szaturnusz bolygó, Neptun bolygó, Jupiter bolygó, Uránusz bolygó, mind visszatekintő. Ezek fékezik kicsit az eseményeket, nem szabad sietetni a dolgokat, de jelentheti a múltat is, visszatekinteni a múltba, vagy azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád, a múltból visszatér hozzád. És én is visszatérnék Plutó bolygóra, a bak jegyében van. Itt a képen, alulról tekintve a második kockában, bal oldalon, ez az ötös életház, ami jelenti a gyermekeket, a gyermekkort, egy kreatív tevékenységet, a könnyűséget, a játszadozást, az élet örömet. És Plutó bolygó
azt mondja ki, hogy koncentrálj erre, mert ez most számodra nagyon fontos. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója, ott, ahol Szaturnusz bolygó mozog, mindig vannak sorsdöntő események, változások. Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében van, itt a képen felülről tekintve a második kockában bal oldalon, ez a hatos életház, jelenti az egészségügyi témákat. Itt kell most a gyógyító erő. Betegségeknél is. Az is lehet, hogy ez a hivatásod. Azt is jelentheti, hogy valami betegített téged a múltban, és most azt rendbe kell hozni. Ez nem csak a hatos életház, ahol Szaturnusz bolygó van, hanem a szűz jegye, alul a sarokban, jobb oldalon. Ez a hatos életház nem csak egészségügyi témákra utal, hanem a munkahelyre is. Itt rendeződnek a dolgok. A halak jegye fent a sarokban van bal oldalon, ez a hetes életház, ami jelenti a párkapcsolatot. Neptun bolygó itt mozog, és Neptun bolygó jól érzi magát a halak jegyében, mert uralkodik a halak jegye felett, otthon van. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, ugyanúgy, ahogy a hold a nyilas jegyéből szintén erre utal, hiszen ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. És az is azt jelenti az álmokban, a vágyakban, az elképzelésekben hinni. Hasonló, mint Neptun bolygó a halak jegyében, ami kihat a hetes életházra, és ez jelenti a párkapcsolatot. A hold a nyilas jegyében kihat a négyes életházra, ami jelenti az otthonunkat, vagy az alapokat, hogy erre az alapra kell most kiépíteni valamit. Itt van kapcsolat a halak jegye és a nyilas jegye között, hiszen mindkettő jegy felett Jupiter bolygó uralkodik. A halak jegyénél Neptun és Jupiter, mindkettő. Tehát Neptun bolygó itt otthon érzi magát, és szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, itt kell a hit. De a halak jegyével szemben ott van a szűz jegye, és a szűz jegye az odafigyel a reális dolgokra. A szűz jegye nem álmodozó, a halak jegye pedig álmodozó. Itt kell az egyensúly. Legyen meg egy álom, de ez az elképzelés legyen reális, ami megvalósítható. Ráhu, Jupiter és Uránusz bolygó az a kos jegyében van, itt a képen felül, balról tekintve, a második kockában. Ráhu az a felfele mozgó kármikus csomó, és jelent egy új irányt, jelent változásokat. Uránusz bolygó szintén változásokra utal, és Jupiter bolygó hozza a lehetőségeket, vagy megvilágít bizonyos témákat, ami az igazságot jelentheti, vagy az igazságtalanságokat. Mindez a nyolcas életházban van, ami jelenti a transformáció. Lehet egy örökösödési ügy is, vagy pénzügyi dolgok, befektetések. Azon kívül jelenti a szexuális témákat is. Itt van a transformáció. Itt vannak változások. Elengedni, megtartani, elengedni, megtartani. Ezekre a dolgokra kell odafigyelni. A fontos, értékes dolgokat megtartani, ami zavar, az elengedni. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, bizonyos tárgyak, vagy egy bizonyos hely. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, vagy utal ránk, hölgyekre,
Vénusz bolygó a rák jegyében van, a 11-es életházban, ami a nyereményeknek, a kívánságoknak a háza, és itt szerelemről van szó. Vénusz bolygó a rák jegyében felülről tekintve a második kockában van, jobb oldalon. Alatta Merkur bolygó az oroszlán jegyében. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, a tudást, a tanulást, a kapcsolatokat, a szerződéseket. Az oroszlán jegye azt jelenti, ez áll most a középpontban, de a 12-es életház jelenti azt, hogy legyünk most visszahúzódóak. Figyeljük az eseményeket. Nem szabad sietetni a dolgokat. Vagy nem szabad bizonyos dolgokat elmondani másoknak. Jupiter bolygó és Merkur bolygó egy kapcsolatban van egymással, egy úgynevezett trigón kapcsolatban. Ez kihathat egy bírósági ügyre, ez lehet egy örökösödési ügy is, ahol ugyan Jupiter bolygó ezzel a visszatekintéssel még fékezi az eseményeket, Merkur bolygó a 12-es életházban szintén visszahúzódó, tehát nem fognak olyan gyorsan előre menni a dolgok, de mégis megvan a lehetőség itt tisztázni, rendezni bizonyos dolgokat, mert jön egy jó hír. Merkur-Jupiter egy jó kapcsolatban áll egymással, és Jupiter bolygó szerencsét is hozhat. Tehát nem kell sietetni a dolgokat, legyen meg a bizalom, közeledik egy jó hír, vagy egy jó eredmény. Mars bolygó és Vénusz bolygó egy szextil kapcsolatban áll, ami szintén kedvező, kihat a párkapcsolatra. Szaturnusz bolygó és a Nap egy úgynevezett kvinkunksz aspektusban állnak, ami kiváltja azt, hogy bizonyos dolgokat még rendezni kell, mert valami még átláthatatlan, vagy vannak még félelmek és bizonytalanságok. A Nap megvilágít bizonyos témákat, különösen ami a munkát illeti, hiszen Szaturnusz bolygó a 6-os életházban van, és jelenti a munkahelyet, hogy még ott nem tudod, hogyan tovább, vagy hol tudnád kibontakozni magadat, mi a hivatásod, vagy hogyan tudnád javítani a dolgokat a munkahelyen. És ez bizony ez a kapcsolat Szaturnusz bolygó és a Nap között bizonytalanságokra utal. A Nap az jelentheti a főnöködet is, hogy ott még minden olyan bizonytalannak tűnik, nem tudod, hogy elégedette veled vagy sem. De ez a szertartás segíteni fog abban, hogy ezek a témák napfényre kerüljenek, és tényleg rendeződjenek a dolgok, hogy javuljon a helyzet, vagy legyen egy új irány, vagy legyenek változások. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!